A házi orvosok arra kérik a koronavírus szempontjából magas kockázatú csoportokba tartozókat, ilyenek a védőoltás lehetőségével, és telefonon kérjenek időpontot az oltás beadására orvosuktól. Mindenkinek ajánlott lenne, akkor tudnánk a fertőző betegségeket legyőzni, hogyha mindenki be van oltva, de tudjuk, sajnos ez nincs így. De akik a legveszélyeztetettebbek, súlyos betegség, akár halálozás szempontjából a 60 év fölöttiek, krónikus betegségek közül elsősorban a légúti betegségek, az asztma, COPD, ez a krónikus hőrkurut, a cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegség, és kiemelném még egészséges emberek közül a várandós nőket, vagy gyermekvállalást tervező nőket, akiknél az influenza sok esetben súlyosabb, akár vérzéses tüdőgyulladással járhat. A 6-35 hónapos gyermekek két oltást kapnak. A felnőtteknek adható három komponensű vakcina több influenza törzs ellen is véd. Egy-két hét kell hozzá, hogy a védettség kialakuljon, de azt szoktuk mondani, hogy már akár néhány nap alatt is egy részleges védettség kialakul, ha valaki megkapja, akkor már azért biztonságban érezheti magát. A koronavírus ellen az influenza elleni védőoltás nem ad védelmet, ugyanakkor mindkét vírus közös célpontja az alsó légúti rész, ezért fontos beadatni az oltást, hangzott el az operatív törzs sajtótájékoztatóján.